üdvözlöm a kedves nézőket! Sziasztok! Újra itt egy gyors live, heti újdonságok. Hát múlt héten a Phantom volt. Most pont az aljám van, mindegy, nem szedjük elő. Héten jött, újra kiadta az Eduard a MiG 15 útit. Megígértem a kissomának, hogy csinálok, szólok róla egy pár szót, hogy egy ilyen ronda gépet hogy tudtak tervezni, atya úristen. Hát nézzétek már meg, hogy egy ilyen szard, bazd meg, a Phantomhoz képest. Na mindegy, hasonlítsuk már össze a kettőt. Gyönyörű, szar, gyönyörű. Na mindegy, de megígértem, ezt hagyom. Nézzétek, ez két gyönyörű beömlő, ezeket a gyönyörű íveket. Itt meg, hát egy szivar alakú kályhacső az egész. Kályha ezüsttel lefújva, na jó, még ez egy uti. Nézzük, milyen festéseket rakott bele a Eduard. Hát a készletet azt ismerjük, nem egy új készlet. Ronda, mint a bűn. Jó, maradtál szokásos profipak. Stencil helyek. Csak négy oldalon keresztül magyarázza, hova rakd a stencileket. Tehát, hogy egy 72-es gépre, bazd meg, négy oldalon keresztül magyarázni, hogy hova rakd a stencileket. Na. Valami finn. Szörnyű festések. Na hát ez még ez a algériai, ez még valahogy néz is ki, de hát de legalább vannak színek. Van itt egy indonéz. Nem is tudtam, hogy indonézek vettek MiG 15 utit. Hogy jutott eszükbe ilyen szart venni? Indonéz festés, meg egy valami cseh. Hát, ezek közül nem tudom, egyiket se csinálnám meg jó szívvel. Nagy újdonság nincs benne, legalább egy magyart rakhattak volna bele egy indonéz helyet. Nem tudom, hogy mennyire lesz sikeres az indonéz piacon az Eduard MiG 15 utia, vagy mennyien fognak indonéz MiG 15 utit építeni. Lehet, hogy kiírunk rá egy típuskupát. Na, azért pár szót beszéltem, de egyértelműen ez kuka. Ez egy szép gép, ez, nézd így, megy és wow, puff, lelövi az utit, kész, vége. Ennyit az utiról félre is rakjuk. Így ide, bum, lezuhant, vége. És jön a Phantom. Na hát Eduardnak várva várt újdonsága még ez a hidroplános Zero, ezt is már sokan várják. Hát gondolom maga a készlet az ugyanaz, csak pakoltak hozzá. Ráadásul ez valami dual combo. Ki akar két hidroplános Zero-t építeni, amúgy simát is építhet. Szokásos Eduard minőség. És akkor hát van hozzá egy ilyen plusz hidroplános öntőkeretünk. Hát nem tudom. Annyira nem mozgatta meg a fantáziámat. Sokan ezt várták, végre kiadott egy ilyet. Hú de jó, hú de jó. Egyből kettőt is építhettek belőle. Nem is tudom. Hát szavaznom kéne.
talán a zöldet csinálnám meg. Belőle, mint ezt a világos változatot. Zöld nem olyan szépen lehet játszani ezekkel az apró kopásokkal, nem mintha meg tudnám csinálni, de az úgy kurva jól néz ki. Szóval maximum egy ilyen zöldet építenék, de nem fogok soha. Azért nem veszek csilliárd millió forintért egy duál pakkot, hogy megépítsek egy ilyet, nem az én világom. De megjött, lehet vinni kettőt az egyben. Van még egy ilyen kis gyönyörű jószágunk. ICM kiadott egy jó vietnámi témát. Vietnámot szeretjük. Vietnám az én egyik kedvenc hadszínterem. Ez egy nagyon ronda, csúnya teherszállító gép. Nagyjából egy Huey eleje van, és egy nagy raktere. Egy baszott erős motorral. Szintúgy iszonyatosan túlárazta szerintem a maga a ICM, de hát ez szokása. Irgalmatlanul elszálltak a, gondolom, a háborús költségeket fedezik a maketteladásokból, vagy nem tudom mit csinálnak, de hogy erősen túlárazzák a termékeiket, amik ezért nem is nagyon fogynak, majd csak akcióban talán-talán kikopnak, de hát azt hiszem ez is valami 100-200 euró környéke, tehát hogy nem egy olcsó dolog. Jó, egy elfér a boltba, kíváncsi leszek, kiviszi el, 1.35-be. Nem valószínű, hogy sokan fognak ilyet építeni, már az árából kifolyólag. Hát egy jó Black Friday akciónál, mit tudom én, egy 15-20-ért bezsebelhető lesz, annyiért szerintem teljesen jól elmenne. Én ezt az ilyen 50-60-70-80 ezer forintokat irreálisnak tartok egy 1.35-ös makettért. Nem tudom, hogy mire gondolt az ICM, de ez szokása, hogy egyszerűen kicsit fölül pozícionálja az árait. Nem rossz minőség, gyönyörűen építhető, szép a kidolgozottság, csak hát sok. Tehát, hogy ezt a mai ember pénztárcája már nem fedezi. Tehát, hogy egy impulzus vásárláskor, amikor, hát ugye bejövök, szétnézek, de jó, az kurva jól néz, megveszem, megnézem az árcét, na jó, hát ez marad. Na ilyen az ICM is. Igazából jó témák, jók, szépek, csak hát drága, és azért úgy nem viszik az emberek. Szerintem ez se lesz ugye a makettezők kedvence. Nézzük, hát ha vannak itt kommentek közben, valaki beszólt, nem szólt, nézi a live videót, bekapcsolódunk, hát ha valakinek kérdése van, fölteszi, nem teszi föl. Nem nézik a live videót, jó? Hát ennyi. Na jó, hát akkor a lényeget megbeszéltük. Itt az úti Dénes baba jöhet, viheti. Erről álmodozik már hónapok óta, és jön a Phantom, és wow, puff, kiütött itt. Ennyi. Csak a Phantom. Ez csak a kis Csaba kedvéért, hogy örüljön. Na, hát nem is tudom, mára ennyi. Ugye már... Hát, ha itt már várnak a vásárlók, nem még alá jött ma be senki. Na, nézzük. Türelmetlen tömegek állnak. A Levi baba, várjatok, mindjárt jövök. Mi történt?
Gyere, itt van egy élő videó, gyere. Kérdéseket fogok föltenni. Na, itt van Levi barátom, hogy megjött. Neked mi a véleményed erről a helikopterről? Tetszik? Érdekes, még sosem láttam ezt a fajtát. Most adta ki az ICM. Erősen túlárazott, ezt állapítottam meg. Nagyon jól néz ki. Vietnámi téma. Igen. Igen. És láttam volna egy kurva jó elkészült maketképet. Volt, már valaki meg is csinálta, igen. Hogy emel egy folyami hajót, és így csörög el. Igen, igen, ezt a PT boat, vagy hogy hívják azt a tipikus vietnámi... Az, amivel mentek a apokalipszis módon. Helyt tudom leigatkozni. Igen, igen. Tudom. Nagyon jó volt. Az tényleg jól néz ki, de hogy valami 60-80 ezer forint. Ez. Azért az sok, nem? Figyelj, ahogy akciót hirdettek rá, azt ki. Hát én is azt mondtam, hogy 15-20-ért még azt mondom, hogy oké, okay, de annyiért szerintem nem lesz a vásárló kedvence. Csináltam egy ilyen élő videó gyorsan egy pár újdonságról. Mondom, akkor ha már itt vagy, akkor beköszönsz a nézőknek. Simán. Volt az utit legyőzte a Phantom. Ezt a kis Csavának mutatom. Ja, hogy úgy élő videó. Ott az élő videó, igen. Meg volt ez az újdonság, hát ez a hidroplános Eduard Zero. Ezek a heti újdonságaink, erről csináltunk egy videót. De el is búcsúzunk. Már ennyi gyerekek, sziasztok! Jók legyetek, jövő héten jövünk vissza. Hello! Na, várjál, kikapcsolom azt. Hát van néhány hír. Milyen jól? Ja.